Ebben a tanévben a Bajnácska iskola alsó tagozatos táncosai az eszközök, bot és üveg használatával ismerkednek. Emellett párosulóssal és üvegcsárdással foglalkoztak. A csoportból egy pár külön díjat nyert az Emblémi Gyermekszólótánc versenyen, és a Bodrogholomban megrendezett Bodrogközi kivitúzon kiemelkedő közé sorolta a pár a zsűri. A most bemutatásra kerülő műsor címe Mezőföldi eszközös és párosulós. Felkészítőjük Barnos Éva. Thank you.
Sisere gyermektánc együttes ezében sárközi táncokat tanult, és ebből készítettek új koreográfiát. Széchenyben a regionális fesztiválon ezt is bemutatták. A koreográfia, amelyet a csoport vezetői Kovács Borbála és Sajószegi Gábor készítettek, címe Parles.